A Pittypank tagóvoda felújítása, a Mackóvár központi óvoda eszközbeszerzése és a Salgótarjáni bölcsödék eszközfejlesztése érdekében támogatási kérelem benyújtása mellett döntött a közgyűlés. A bölcsödéket érintő fejlesztések tekintetében jóváhagyták a szerződések megkötését a Futrinka Meseház Nonprofit Kft.-vel, valamint a Reménység Gyermeksegélyi és Rehabilitációs Alapítvánnyal, akik konzorciumi partnerként további bölcsödei férőhelyeket biztosítanak a projekt keretében. A költség megtakarítás érdekében a férfi átmeneti szálló új helyéről is döntöttek. A javaslat értelmében a Hősök út 33 szám alatti már meglévő ingatlan ad majd helyet az intézménynek. Ez a városrész több szempontból is terhelt pálfával, és most egy újabb olyan intézmény jelenne meg ebben a körzetben, ami a lakók félelmeket fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban, és arra kértek, hogy mondjam el, hogy nem szeretnék, hogyha ez az intézmény ott működne. Nem volt egyetértés a honatyák között. Tornai Sándor képviselő a lakossági észrevételekből az agyvapáfalvai ingatlanok elértéktelenedését, illetve a közbiztonság romlását emelte ki. Huszár Máté alpolgármester válaszában elmondta, a tervezett beruházás mellett már működik egy női hajléktalan szálló, ezért is javasolták ezt a helyszínt. Szabó Csaba képviselő a kialakítandó szálló férőhelyei, illetve a beruházás költségei kapcsán tette fel kérdéseit, melyekre Romhányi Katalin irodavezető válaszolt. Rövid idő állt rendelkezésre az új helyszín választására. Ebben az új helyszín kiválasztásában elsősorban a szociálpolitikai koncepcióra támaszkodtunk, amelyben megfogalmaztuk azt a célt, hogy az ilyen jellegű intézmények egy komplexum keretében egy ingatlanon helyezkedjenek el, amelyek később még esetleg pályázati forrásból továbbfejleszthetők, esetleg rehabilitációs intézményen vagy már intézményekkel a hajléktalan ellátáson belül. A kapacitásra vonatkozóan el szeretném mondani, hogy jelenleg 42 fős az Acélgyári úton lévő hajléktalan szálló, és ez maradna is, tehát 40 fősre terveztük magát az új ingatlan, tehát a hajléktalan szállót is, plusz két főt a kiléptető lakásokra, ami természetesen a hajléktalan szállón belül értendő. A önerőre pedig a 22.998.000 forint az, ami a pályázaton belül feltétlenül szükséges, és marad az a 10 millió forint, ami valószínűleg csak a 2019-es költségvetést fogja terhelni, amely egy maximum összeg, tehát ez lehet kevesebb, és majd attól függ, hogy milyen bútorokat, vagy milyen eszközöket kell vásárolni. A javaslatot a közgyűlés 7 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta. A szakembereket Salgótarjánba program célja, hogy a piacképes szakmával és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek szellemi tőkéjüket Salgótarjánban letelepedve a város fejlődés érdekében kamatoztathassák. A program keretében önkormányzatunk meghatározott időtartamra, de legfeljebb 5 évre 90%-os mértékű kedvezményes bérleti díjjal történő bérbeadással önkormányzati bérlakást biztosít a pályázók számára. A július 17-ére összehívott rendkívüli közgyűlés során döntöttek még az szakemberek Salgótarjánba program keretében beérkezett pályázatok elfogadásáról, a kárpátaljai magyar családok támogatása kapcsán megkötött megállapodás módosításáról és az SBTC Sport Kft. Társasági szerződésének módosításáról.